Szép estét kívánok! Negyedszázados jubileumát ünnepli ez idén a Virágos Magyarország program. Hívták Virágos Magyarországért mozgalomnak, most már más a neve. És hogy miért is beszélgetünk, hiszen nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy Székesfehérvár a kezdetektől, tehát az első esztendőtől fogva ott van tagja annak a közösségnek, akik minden esztendőben részt vesznek. És nyilvánvaló, hogy elismerés is jött bőven a városnak, hiszen mintegy 30 elismerésben részesült mindez idáig Székesfehérvár, és hogy ez kinek, illetve minek köszönhető, nos annak, hogy egy gyönyörűséges, élhető város a miénk, ezt gondolom önök is tapasztalják, és akinek ebben nagyon-nagyon fontos szerepe, kulcs szerepe van, az pedig nem más, mint Spanyárné Alász Szilvia, városunk főkertésze, városüzemeltetési igazgatóhelyettes. Csókolom a kezed, szervusz! No, igen, köszöntöm a kedves. Hiszen jelenleg a verseny alelnöke vagy, a területi vezetője három megyének, illetve 11 esztendeje az Entente Florale Europe, egy következő lépcsőnek a nemzetközi zsűri tagja. Ez egy csomó nagyon-nagyon fontos beosztás. Amiért mi beszélgetünk, hiszen Csemez Attila nemrégiben a Virágos Magyarország program elnöke itt járt nálunk, és ő is a felsőfokon beszélt Székesfehérvárról, hála Istennek, teszem hozzá. És ez mindig megerősít engem, hogy igenis kell azzal foglalkoznunk, hogy akik a hétköznapokon is sokat tesznek azért, hogy tényleg ünnepként élhessük meg, hogy körülnézünk Fehérváron. És ez neked, illetve a munkatársaidnak köszönhető. Most ezt mások is észrevették, hiszen itt van előttem egy elismerés a 400. jubileum alkalmával. Ezt talán látják is, kedves nézőink. És hát akkor most nincs más dolgunk, mint azt megbeszélni, hogy milyen szakterületek dolgoznak azért, hogy Székesfehérvár valóban elismert legyen. Mert ugye én 95-től, amikor már a város kategória győztese lett, ezt sokan látják, amikor bejönnek ide a Városgondnokság épületébe hátulról, hiszen kint van egy, de azon felül, tehát itt van a 30 felsorolás, ez egy tökéletes eredmény. Kezdjük az elején. Amikor megalakult ez a mozgalom, amikor felmerült a lehetősége, hogy megalakul, azonnal csatlakoztál, csatlakozott a te csapatod ehhez. Ez nyilván az kellett, hogy a városvezetés is mérlegre tegye, hogy mi mindent kell tenni azért, hogy valóban virágos legyen Fehérvár. Hát, hogyha beszélhetünk a kezdetektől, akkor talán annyit elmondhatnék, hogy ez nekem a második munkahelyem, én korábban Siófokon dolgoztam, és ott ismertem meg Kokis Tibort személyesen, 79-ben végeztem az egyetemen, és akkor már Kokis Tibor, és akivel aztán később is találkoztunk, Pollák Erika, volt talán az a két nagyon fontos személy, akinek, hogy elindulhatott ez a mozgalom, ez a verseny, ki így hívja, ki úgy, mert azért vannak díjak, de én azt gondolom a legfontosabb az, hogy mozgalom, hogy ennyi évig fennmaradhatott. Ez nagyon-nagyon komoly visszajelzés. Na most én őket személyesen megismertem, és szerencsém volt, mert a korábbi munkahelyemen is úgy érezték, hogy ez egy nagyon jó program a városnak, a településeknek, és már felkészítésében is részt vettem, én 92-ben jöttem ide dolgozni, és valóban akkor már volt annyi tapasztalatom, hogy tudtam azt, hogy mivel jár. Ahogy említetted, nagyon sok szakember bevonásával készültünk mi is, ugye 95-ben megnyertük az országos versenyt, de nagyon-nagyon sok szakember bevonásával készültünk 96-ba. Talán van, aki még most is emlékszik arra, hogy Fehérvár volt az első, a település, amelyik belemert abba vágni, és megmerte mutatni, hogy dr. Kovács Zoltán, nemesítő professzor úrnak a fajtáiból lehet egy lakótelepet is gyönyörűen élhetővé tenni. Valóban elsők voltunk, akik most a Jávorotto tér és környezetére gondolok, de hát akkor hatalmas virágfelületeket terveztünk közösen Kokis Tiborral és dr. Kovács Zoltánnal, aki személyesen jött le, és személyesen álmodtuk meg, hogy a kopárfüves területre hogyan lehet bemutatni a magyar fajtákat, hogyan lehet szebbé tenni a környezetet, és ez nagyon-nagyon tetszett akkor a zsűrinek, és azóta is ez a program
országosan elterjedt, hogy ha van magyar fajta, és szerencsére Zoli bácsi egész életében ezzel foglalkozott, hogy kutatta, kereste, hogy melyik egynyári növény az, amelyik jól él itt, úgyhogy nem fakul ki a napba, kevesebb vizet igényel, mint a külföldi fajták. Mutassuk meg azt, ami nekünk van. Ez az egyik, hogy legyünk büszkék arra, hogy saját növényeinkkel tudunk virágágyakat tervezni. A másik, hogy változtatja meg a környezetet. Tehát már első évben láttuk, hogy a kutyások kicsit visszaszorultak, az emberek boldogak voltak, lenéztek a lakótelepi házuk 9. emeletéről, és hát csodálatos fényképek készültek, hogy milyen gyönyörű volt ez messziről, és utána egyre több budapesti kerület tartott hasonló bemutatókat. És akkor Zoli bácsi mindig azzal kezdte, hogy Fehérváron mi belevágtunk, és vegyenek példát, jöjjenek ide. Úgyhogy azt hiszem, hogy így indult, hogy hogyan lehetett szebbé tenni a környezetet, és hát utána pedig a Zoli bácsi halála után Szabó Mária volt, akivel tovább gondolkoztunk, és amikor elkészült a Petőfi Park, akkor megmutattam a Petőfi Parknak az elhelyezkedését, hogyan illene oda is hasonló magyar fajtákból. És nagyon örültünk, hogy ezt is elfogadták, sőt, egy referencia parká alakult ez a park is, hiszen az egész éves eredményeinket, hogy egy-egy növény hogy vizsgázik egy városba, az egy kutatónak úgy hiteles, ha tényleg a várostól kap visszajelzést. Úgyhogy én folyamatosan küldtem a fényképeket, mik a tapasztalataink, mi az, ami jó, mi az, ami nem, és akkor elindult egy ilyen együttműködés, ami azt remélem, hogy a lakók is úgy ítélik meg, és ugyanezt a jó visszajelzést kaptam a Sütő utcába élőktől is, hogy mennyivel más, hogyha kinéznek az ablakukon, és egy virágzó, és egy szép környezetet látnak. Tehát azt gondolom, hogy ez a tervünk is valóra vált, jó lett. Úgyhogy én nagyon szívesen megosztom kollégáimmal együtt azokat a jó tapasztalatainkat, ami valóban működik. Bármikor el lehet jönni, meg lehet nézni, mi elmondjuk a mi tapasztalatainkat, a tanácsainkat, és annak örülünk, hogyha ez visszaköszön az országba sok helyen. Megerősíthetem, hogy ez így van, hiszen jó körülnézni Fehérváron, ezt már nem ismétlem meg többször, de valóban így van. Számtalan vezetőváltás volt a Virágos Magyarország mozgalom vagy program élén, viszont te maradtál az állandó végig. Ez az egyik, ami nagyon fontos, a másrészt pedig, hogy ugye egyre többen lettetek. Az idén például 333 nevező van, de 300 körül volt, és 250 környékén minden egyes esztendőben. Ugye ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez milyen nagy szám, tudni kell, hogy számtalan kategória van. Ugye előbb említetted a budapesti kerületeket, vannak a nagyvárosok, értelemszerűen a kisebb, közepes városok, vannak a falvak és olyan települések, amelyek tényleg picik, maroknyi emberrel. Ez mind-mind külön feladat. Mi természetesen Székesfehérvárról beszélünk. Amikor a lakótelepekről beszéltünk, bizony elborzasztó volt a betonrengeteg itt Fehérváron, tehát ez volt a nagy kihívás. Ugyanakkor Fehérvárnak van egy szűken vett belváros része, és van egy olyan agglomerációs övezete értelemszerűen, amit szintén amire gondot kellett viselni. Tehát hogy jön sorban az a munka? A lakótelepekről más egy szó, de azt hiszem, ha aki most körülnéz, az láthatja, hogy gomban nőttek ki a beton épületek, és mégis most rend van. Sőt, akciók vannak arra, hogy még szebb legyen. Igen. Viszont a belvárosról beszéljünk, hiszen a belváros az a tükre egy településnek, főleg ha olyan, mint a miénk, hogy koronázó város kellős közepe. Én azt gondolom, hogy egy főkertész is csak úgy tud dolgozni a kollégáival együtt, hogyha a városvezetés is ezeket a kérdéseket fontosnak tartja. Szerencsére azt érezzük, hogy a város központja nagyon sok ember számára fontos, hiszen aki ide jön, és turista, és valamit meg szeretne nézni, az biztos, hogy a belvárosba megy. Az elmúlt években
átgondoltuk a virágágyainkat, ha lehetett, akkor automata öntözést bevezettük, és ez egy hosszabb távú programunk is lesz, hogy minél több helyen már automata öntöző működjön, ez nagyon-nagyon jó dolog, hiszen a második világháborús emlékmű a Turinform iroda előtt az irodának régi vágya volt, hogy virágágy legyen, és tulajdonképpen még engem is meglepett, hogy az automata öntözésnek köszönhetően ilyen csodálatos virágágy növekedett, és az ilyen apróságok, hogy becsüljük meg a mi kis zöld területünk van, hiszen a belvárosban azért nincs olyan nagyon sok, a közvetlenül a főutca környékén nagy park, de ami megvan, azt viszont nagyon igényesen próbáljuk megtervezni. A Várkapu Park az maradt továbbra is az esélyek partja, ahol már évtizedek óta főleg évelő növényeket ültetünk. Ezt szeretnénk jelezni, hogy egyre inkább külföldön az évelő növények is előtérbe kerülnek, bár tudjuk, hogy nem lehet összehasonlítani az egynyári növényekkel, amelyek májustól fagyokig virágoznak, de az évelő növényeknek a jó tervezéssel azért megvan a szépségük, levelükkel is díszítenek. Tehát mi ezt például a mássággal élő gyerekekkel újítjuk fel minden évbe, és mutatjuk meg, hogy lehet ilyen tervezésű parkot is készíteni. De hát nyilván a belvárosban, a virágórán kívül, ami maradt a parkfelújításba, és nem került el onnan, hiszen Fehérvárnak régi szimbóluma. Az Icsiligetben is több virágágy van, ami nagyon fontos szerintem egy ekkora parkban, hogy legyenek virágok, és az emlékműveket talán azért kéne hangsúlyoznom, hogy bármelyik emlékművünknél, ha ünnepelnek, azt azért méltó környezetbe kell megtenni. Erre is nagyon figyelünk, hogy mindig legyenek növények, ne csak ez az egyik programunk, hogy ne csak nyáron, hanem egész évben legyenek szép virágágyaink, tehát egyre több virághagymát ültetünk a városba, egyre többféle árvácskával színesítjük ősztől tavaszig a kiültetéseket, ez is egy tudatos programunk, hogy a téli-őszi időszakban, amikor már talán egy kicsit szürkébbnek érezzük a környezetünket, akkor legalább virágokkal tegyük szebbé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal, hogy a főutca átalakítása után voltak olyan visszajelzések, hogy kicsit szürke a burkolat, akkor virágoszlopokat helyeztünk ki, ugye 22 virágoszlop van a belvárosba elhelyezve, és pár évvel ezelőtt pedig a kandelláberekre, a belvárosi kandelláberekre speciális kiültetést, ahol már nem csak futómuskátli, hanem egy ipomea, egy futó, színes futónövény is érdekesebbé teszi a kiültetést, tehát aki sétál a városba, az minél színesebb növényeket lásson. A 14-ben átadott és akkor megtervezett kis kör, eredetileg évelőnek tervezett kis, elég kicsi virág, növényágyakat is színesítjük, cseréljük. Ez is a lakók igénye volt, hogy legyen egy kicsit virágosabb a belváros, és hát tegnap helyeztünk ki a Városgondnokság a Lépcső utcára mediterrán újabb leándereket, a meglévő 14 mellé gránátalmát is, ami még eddig nem volt, úgyhogy várjuk a visszajelzést, biztos sok embernek ez is tetszik. No, kettő dologról kérdeznélek, az egyik mindenképpen, hiszen szóba került itt Csemez Attilával a beszélgetésünkkor, az egyik a Jávorottó tér, a másik pedig a Sostó. Hiszen mindkettő, ugye a Sostó kiemelt természetvédelmi terület ráfért a megújulás, és azt hiszem, hogy minden igényt kielégít. Igen. De először a Jávorottó tér, mert az pedig különösen tetszett valamennyi bírálónak. Igen. Tehát itt a zsűritagok szintén azt mondták, hogy itt volt az ideje, mert azért jártak arra már. Uh-huh. Én is azt mondom, székesfehérvári polgárként, sőt, akiket kérdeztem, az mindenki azt mondta, hogy szuper. Igen. Igen, az idei Virágos Magyarország zsűrizésénél az útvonal, ami mindig nagyon nehéz, hiszen
hatalmas a városunk, sok mindent be lehetne mutatni. Volt egy olyan év, amikor temetőket mutattunk be, hiszen 12 temetőnk van, és a temetők zöld felülete is nagyon-nagyon fontos, nagyon sok fát telepítünk tudatosan megtervezve. Tehát ebben az évben most a harmadik Béla teret mutattuk be, ami tavaly óta készült el, és hát igazából most tavasszal lett teljesen kész, és nyilván a Jávor Ottó tér, de nagyon érdekelte a zsűritagokat, hiszen tavaly Csemez Attila itt volt a Mesés Kiskertek első événél. Erről még beszélünk. Ja, beszélünk, csak akkor látta először a Koronás Parkot, és hát, vagy a, bocsánat, a koronázó... Nem a Jávor Ottó teret akartam mondani, hanem a Virágóránál álló az országzászló teret, és akkor ugye még csak frissen elültetett évelők voltak, és hát most nagyon-nagyon örült annak, hogy egy év alatt az országzászló tér milyen nagyon szép térré változott, megnőttek a virágzó cserjék, gyönyörű a hortenzia, a különböző évelőnövények. Tehát amiről beszéltem, hogy azért látjuk, és én főleg külföldön már nagyon régóta, talán amióta elkezdtem zsűrizni, tapasztalom azt, hogy bátrabban használják az évelők növényeket. Hát Wojtek Tímea ebbe a térben nagyon sok évelő tervezett, és egy év után a negatív kritikáknak vége, most már látják az emberek, hogy milyen gyönyörű tud lenni. Igaz, hogy meg kell várni egy-két évet, de megéri, tehát nagyon kíváncsi volt arra, hogy egy év alatt mi változik, úgyhogy ez is egy az útvonalunkban egy külön séta volt, hogy belső kis udvarainkat, Kossuth udvart megmutattuk, hiszen ezek az icipici kis zöld területeknek a megtervezése, szebbététele, és egy nagyon izgalmas, szép feladat. Igen, és akkor Sóstó. Hát a Sóstóról talán annyit szeretnék mondani, hogy már többször beszéltünk arról, hogy igaz, hogy nyertünk 95-ben országos versenyt, de nagyon szeretnénk majd újra megnyerni ezt a Virágos Magyarország versenyt. De azt is tudtuk, hogy ez akkor válhat ez az álmunk talán majd valóra, hogyha kész lesz a Sóstó. Úgyhogy ebben az évben természetesen a Sóstói volt a főszerep, hiszen június 8-án volt itt tavaly a zsűri, akkor még nem tudtunk megmutatni az azóta teljesen kész látogatóközpontot. Fölmentünk a kilátótoronyba, úgyhogy hát a dr. Csemez Attila, alpolgármester úrnak, Mészáros Attila úrnak mondta, hogy bevallja őszintén, és bocsánatot kér, mert 3 évvel ezelőtt elég szkeptikusan nyilatkozott a Sóstóról, és ez nagyon tetszett nekem, hogy ott személyesen azt mondta, hogy tévedett, és csak a gratulációját tudja kifejezni. Ennyit jelent a bizalom. Igen, és ez tényleg a csodálat tárgya volt, hiszen körbejártuk most gyalogosan, még több mindent meg tudtunk nézni a Sóston, de hát azt hiszem, hogy mutatja a látogatók száma is. Mi már december 5-én a főkertész konferenciánkat Sóstóra hívtuk össze, nagyon tetszett akkor, és az ide érkezőknek és az ország távoli részéről, a Szentesről is volt főkertész, tehát Sóstónak a híre az már a most érkező zsűritagokat rég megelőzte, és köszönhető a Facebooknak talán, hogy információkat megosztjuk, a városi honlapot sokan olvassák, hogy tényleg nagyon kíváncsian várták a zsűritagok, hogy ők személyesen is mindenről meggyőződhessenek. No, a Virágos Kiskertek kapcsán ugye fontos, hogy a versenynek van egy komoly kritériumrendszere, és ebben benne van az oktatás, a környezeti nevelés, igen, és ebben Székesfehérvár szintén élen jár, hiszen ehhez kapcsolódik egyik oldalról a Virágos Kiskerték mozgalom, ott van az Arany János Egymivel az, igen, együttműködés, az óvodákkal az együttműködés, ez mindegy olyan folyamat, és ez nem akció, tehát nem azért történik, mert hogy van ez a verseny, sokkal inkább, hogy a gyerekek is szokják meg, hogy ilyen városban és az ők saját kis környezetükben jobb élni, jó ránézni. Ezt hogyan sikerül minden esztendőben élbe jutni? Hiszen ez egy folyamat. Ez egy nagyon nagy siker számomra, hogy
kimehettünk, vagy 2016-ban dr. Árva István megengedte, amikor ő abban az évben Mosonmagyaróvár képviselte Magyarországot az Entenflorál versenyen, hogy fehérvári gyerekek, és akkor az autista csoport a Gyöngyvirág óvodából ment oda, és az Arany János iskolának az első osztályosai, és sikerült meggyőznöm polgármester urat, hogy helyt fognak tudni állni, és valóban nagyon jó helyezést értünk el, mármint a gyerekek, és két év után akkor már mi bemehettünk polgármester úrhoz, és azt mondtuk, hogy vágjunk bele. Hát ha Mosonmagyaróvár meg tudta csinálni, nagyon nehéz a gyerekekkel odautazni, ugye ott egész délelőtt programok vannak, délután visszautazni, tehát próbáljuk meg mi. Na most elmondhatom, most már két év lezajlott, hogy mind a két évben nagyon nagy siker volt, mind a két évben 23 csoport jelentkezett, csak az óvoda nem jött, tudott eljönni olyan csoport, amelyik éppen kirándult, vagy, de nem azért, mert érdektelen volt, és talán a helyszín is maga gyönyörű, az Icsiligetbe, ott két hétig bárki megnézheti, én akárhányszor kimentem, mindig találtam érdeklődőket, tehát én azt gondolom, hogy, és az óvónők visszajelzése is az, hogy ez egy nagyon jó környezetnevelő program, és bebizonyítottuk, hogy Fehérvár is meg tudja rendezni. Megyes Éva újságírónak, a kertészet szőlészet újságírója mind a két tavaly is eljött, tavaly is már megemlítette egy cikkébe, és most fog megjelenni hamarosan megint a cikke. Tehát azt kell mondani, hogy a mosonmagyaróvári példa Fehérváron is terjed, és bízunk benne, hogy tovább fog terjedni, és minden település saját képére formálja a versenyt, hiszen mi is változtattunk, mivel jobbak az adottságaink, ezért a gyerekek nagyobb kertet építhettek, 2 méterszer 1 méterszer 20, ami azért is volt fontos, mert így egyszerre több gyerek tudott dolgozni a kis kertben. Gyönyörűséges volt. No, hát voltak éppen ennyi fért a mai adásunkba, a beszélgetésből. Látszólag nem is beszéltünk rólad, de én azt gondolom, hogy valamennyi érintett téma a tiéd. Ez te magad vagy, hiszen első számú vezetőként a munkatársaid együtt ez az eredmény mind-mind a tiéd, és ez hozta ezt az elismerést, amit ezúton is még egyszer köszönök, hogy milyen jó szemük van az odaítélőknek, annak a grémiumnak, amely így döntött, és köszönöm szépen neked a munkát. Lesz dolgotok bőven, én azt gondolom, és jó egészséget kívánok ehhez, és köszönjük, hogy vagytok. Köszönjük szépen a sok dicséretet. Kedves nézőink, most pedig folytatjuk az Agrárinfót, mégpedig azért, mert itt a dinnye szezon. A Cecén jártunk természetesen, Albert István az egyik neves cecei dinnyés gazdával beszélgettünk arról, hogy igen, egy kicsit csúszik, nyilván önök is tapasztalták a magyar dinnye, de ez körülbelül 2-3 hétre tehető, viszont ne keseredjünk el, hiszen nagyszerű lesz a termés. Június utolsó, illetve július első napjaitól jelenhet meg nagy mennyiségben a magyar dinnye, az időpont az átlagos szezonkezdethez képest 1-2 hetes csúszást jelent. Ennek oka, hogy az ültetés után a szokásosnál hűvösebb volt, ugyanakkor a mostani kánikula felgyorsíthatja az érést, mivel a dinnye fejlődését alapvetően segíti a forró és száraz időjárás. A dinnyeföldek körülbelül 2-3 hét múlva lesz érett dinnyénk. Csúsztunk egy olyan 2 hetet a tavalyhoz képest. Az a tavaszi aszály az nem volt jó, utána bejött a májusi nagyon sok eső, az megint nem tett jót a dinnyének, mert a dinnyének ugye szabályozzuk, ha tudjuk öntözni mi a víz igényét és a tápanyag igényét, de lesz dinnye. Tehát én úgy érzem, hogy elég nagy mennyiségben lesz dinnye. A minőségre nyilván nem lehet panasz, mert azért a napsütéses órák most megjöttek. Hát a minőséget majd akkor tudjuk meg, amikor levágjuk, hogy mennyire lesz éles a dinnye. Mi elkövetünk érte mindent, hogy édes dinnyét kapjon a vásárló, meg minőségit kapjon a vásárló. Az elmúlt évek problémái után, amikor jött be az importdinnye és számolatlanul adták a nagy áruházláncok, úgy tűnik, hogy ez most megállt. Ezt elsősorban az önök fellépésének köszönhetjük.
Egy a mi fellépésünknek igen, és a kormánynak van egy olyan döntése, hogy LKR számos lett a dinnye, tehát nem lehet az ország úgy behozni, hogy ne tudjanak róla, tehát az adót, meg egyebeket be kell utána fizetni a külföldi behozott dinnye után, és így nem éri meg már behozni, hogy feketén nem tudják behozni, így nem éri meg behozni az országba ezt a dinnyét, így nekünk árfelhajtó hatása van, tehát többet kapunk valamivel a dinnyél, és nem is baj, mert rettentő munka van vele, meg nagyon pénzigényes ez a növény, meg munkaerőigényes. A görög dinnye termőterülete egyébként némileg csökkent a mezőföld keleti részén, így Cece térségében is, ennek oka elsősorban a munkaerőhiány. Ugyanakkor a gazdák többsége technológiai újdonságokkal menti a menthetőt, gyakori az öntözés, illetve a fóliás aljzat a szántóföldeken is. Nagy probléma lesz, hogyha mikorosztályú, tehát ez a 50-60-65 éves korosztály abba hagyja a dinnyézést. Nekem talán szerencsém van. Van két fiam, aki a Agrár Egyetemet végzi, ők ezt szeretnék csinálni, amit csinálok én, tehát nem akarnak másfele menni, tehát a mezőgazdaságba akarnak elhelyezkedni. Van is lehetőségük, mert van területük hozzá, tehát, de ez kevés. Tehát szerintem az országban nagyon kevés lesz az, akik most termelik a dinnyét, paprikát, vagy akármelyik más kertészetet, hogy tovább tudják adni a termelési dolgokat, mert nem lesz rá ember. Tehát nem lesz rá napszámos, nem lesz rá aki élő munkaerő, aki azt csinálja tovább. Az agrártámogatási rendszer mennyit segít a termelőknek? Hát segít, az biztos, elég sokat segít nekünk, de ezt nem lehet megfizetni, ezt a munkát, ezt szeretni kell, tehát ez nem pénzkérdése. Ezt, ha nem szereti az ember, akkor nem csinálja. Ez nem pénzkérdés. Ugye ez a táj természetesen a paprikáról és a dinnyéről híres. Az imént ugye arról beszéltünk, hogy a vetés területe azért óhatatlanul is csökken évről évre, de lát-e arra lehetőséget, hogy továbbra is fennmaradjanak? Fenn fog maradni, mert azért valamiből érni kell, és a kertészet azért még mindig többet hoz a konyhára, mint a szántóföldi kultúrák, de biztos, hogy fog csökkenni. Most én is 10 hektáron termelem a dinnyét, 3 hektáron burgonyát, egy fél hektár paprikám van, hagymám van egy fél hektár, de valamit előbb-utóbb lejjebb kell, hogy tegyek, és a dinnye lesz az, amit lejjebb teszek, mert nagyon nagy fizikális munka kell hozzá, nem a megtermeléséhez, hanem a szedéséhez, piacra juttatásához. Nekünk jó ez a támogatás, csak ezt nem lehet megfizetni, ezt szeretni kell, ezt a kertészeti dolgokat, mert fizikálisan kell ebbe dolgozni. Persze meg kell fizetni a napszámost, meg kell mindenkit fizetni, hogy ide jöjjön, de nagyon kevés, tehát nincs napszám, meg nincs ember, aki azt csinálja. És mi abba hagyjuk, akkor fogy a terület, nagyon drasztikusan fog fogyni. Ugyanakkor azt vehetjük észre, hogy a nagy gazdaságok mellett egyre többen választják a mezőgazdaságot, és ez talán így helyes, bár az imént ennek talán ellentmond, de itt mi újság van Sárbogárd és környékén, Cecén, ezek remek földek. Igen, azt mondják, hogy a mezőföld déli részén vagyunk, hogy ezek jó földek, a mezőföldi földek, de itt a cecei viszonylatban ez homok. Tehát 8-10 aranykoronás homokon dolgozunk, és a kertészetet csináljuk a 8-10 aranykoronán. Azért mi nem vagyunk olyan helyzeti előnyben, mint akár a békésiek, mert ők azért magasabb aranykoronán dolgoznak, de maximumot ki tudjuk hozni bele. Szerintem hát meg kell nézni az állományt, hogy milyen, tehát jó. A jó hír, hogy ma már nem feltétlenül igaz, hogy augusztus 20-a táján véget ér a szezon, mivel a klímaváltozás miatt ebben az időszakban is kedvező még az időjárás a dinnyének, így egyes kertészetekben szeptemberben is kitarthat még a gyümölcs. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!